Egy kicsit szeretnénk beszélgetni a cukorbetegség fontosságáról, illetve az odafigyelésről, a kezelés fontosságáról. Újdonságokat is bemutatjuk, milyen új terápiás lehetőségek vannak. A kolléganőim felhívják a figyelmet a gondozás során, miket kell csinálni, a dietetikusunk pedig egy kicsit elmondja, hogy milyen ételeket együnk, hogy ne együnk, ezekben szeretnénk tanácsot adni. Ugyebár az első, ami fontos, hogy a diabétesz kezelésében három fő dolognak van nagy jelentősége. Ugye az egyik az a diéta, valamint a mozgás, ugye ez az életmódváltás jelentős része, a harmadik pedig a gyógyszeres kiegészítés. Ez történhet tablettával, valamint inzulinnal. Az nagyon fontos, hogy ez a három az egymástól elválaszthatatlan. Hiába kap valaki tablettát, vagy inzulinnal kezelik, attól függetlenül a diétára ugyanúgy szükség van rá. És valami kettes típusú cukorbetegségben, amikor ugye a túlsúlycsökkentés a cél, ott a diétához elengedhetetlen a megfelelő mozgás. Ugye a kezelés beállításán azt tudni, hogy ez teljesen személyre szabott, nagyon sok mindentől függ, én most csak hármat soroltam fel, ugye például a cukorbetegség típusától, az egészségügyi állapottól, hogy van-e esetleg más társbetegség, valamint a szövődmények meglétéről. És nem csak mint felnőttekkel foglalkozó szakember, hanem mint gyerekorvos is. A gyerekeknél mennyire jellemző a cukorbetegség, vagy mennyire tudják már a szülők, hogy igenis oda kell rá figyelni? Hát remélem mind jobban tudják, mert azért próbálkozunk sajtóba is itt ott felhívni a figyelmet. A gyerekkori cukorbetegség jelentős része ugye egyes típus, ami inzulin igényel, autoimmun alapon indul, de sajnos azt kell mondanunk, hogy a kamaszkorban mind több kettes típus is megjelenik, ami a túlsúllyal, a mozgáshiánnyal függ össze. Tehát ezt az oldalát nagyon kellene a szülőknek propagálnunk és segítenünk abba, hogy a gyerekeket megmozgassuk, kicsit fogyjanak, mert jön a magas vérnyomás, cukorbetegség, és az bizony hosszú távú következményekkel jár. Három havonta vannak elvégzendő feladatok. Ugye, hát itt mindenképp, amit ki szeretnék hangsúlyozni, az a labor eredmény, a hemoglobin A1C készítetése, akkor a vércukormérés, nagyon fontos vérnyomásmérés, a kezelési napló értékelése, testsúlymérés és az oktatás további folytatása. Évente javasolt vizsgálat, ugye teljes körű vizsgálatok, a szemészeti szakvizsgálat, a szemfenék vizsgálat, teljes körű laboratóriumi vizsgálat, és hát az önellenőrzési technikákat leellenőrizni, hogy jól végzik-e a beteget. Több generációs cukorbeteg családnál szinte biztos, hogy a következő generáció is cukorbeteg lesz, vagy megelőzhető azért ez? Nem biztos, de nagyon nagy az esély rá. A gének öröklődnek, ugye, az már egy 40-50%-ot úgymond átvisz. A többi az életmód. Az életmódon nagyon sok múlik, hogy hogyan étkezünk, mennyit mozgunk, mert ezzel tudjuk megelőzni ezt a betegséget, ahol halmozódik, ott főleg nagyon nagy szerepe van ennek. Ugye, hogyha a testsúlyunk csökken, azért annak pozitív hatásai jelentősek, javul a betegség kontrollja. Javul a betegség kontrollja, csökken a gyógyszerek mennyisége. Ha csökken a súlya, a vérnyomása is javul a betegnek, szövődmények ezáltal csökkennek, könnyebbé válik a mozgás, javul a beteg hangulata és magabiztosabbá válik. A rohanó világban, a Diabetes Klubban mennyire van idejük az embereknek eljönni, mi a jelentősége, mivel várják a klubtagokat? Hát van egy törzsgárdánk, úgymond egy 20 ember körül, akik el szoktak jönni, néha 25-30-ig felmegyünk. Ők jövögetnek, főleg marcelőek. Jó lenne, ha vidékiek is be tudnának jönni. Itt annak van jelentőség, hogy szabadon tudunk beszélgetni. Mindenki azt kérdez, amit akar. Én ezt szeretek enni, ehetem, nem ehetem, mennyit egyek. Már csak az is, ha egyszer-kétszer beszélünk róla, visszhangzik a fülébe. Volt olyan beteg, hogy azt mondja, emlékszem, hogy a doktornő mondta, nem azt jelenti, hogy szőlőt nem ehetek, hanem keveset, mértékkel, többször kis adagot. Tehát ilyen apróságokon múlik az, hogy valaki megeszik egy kiló szőlőt, és fölmászik a cukra 15-re, vagy pedig beosztva eszeget, és akkor normál tartományban marad még. Jó, itt láthatunk egy táblázatot, igazából, hogy mi mennyire tudja megemelni. Ugye látjuk, hogy a finomított ételek, akár egy fehér végsüteménye, ezen kívül mondjuk az édesített termékek,
burgonyapüré, ugye ezek jobban megemelik, amik viszont kevésbé, ugye azok főleg az zöldségek. Most éppen a testületi ülésről jövök, és ismét szó volt arról, hogy többen nincsenek megelégedve Marciba a szakrendelésekkel. A diabetológiai szakrendelés mennyire elérhető, mennyire vannak sokan, mennyire van esetlegesen várólista, vagy hogy működik? Várólista úgy nincs, mert mi előjegyezzük a betegeket. Az új betegeket pedig mindig fogadjuk egy-két héten belül, tehát az, hogy hónapos várólista olyan nincs. Lehet, hogy két hetet, hármat kell esetleg várni, de azért is, mert laborokat meg kell csináltatni. Nagyon zsúfolt a rendelés, türelmet kérünk mindenkitől, mert kevesen vagyunk. Az, hogy három napot rendelünk diabetológiát, az kevés. Jó lenne többet rendelni, de ennyire futja. Máshol is dolgozunk, mindenki, aki ebbe a szakmába dolgozik. Igyekszünk helytállni, ennyit tudunk nyújtani, de ellátatlanul beteg nem maradhat. Ha kell, túlórázunk is, de friss beteget mindig ellátjuk és fogadjuk. Ugye, amikor először találkoznak orvos-beteg találkozás, akkor hát vannak elvégzendő feladatok. Hát a betegek részéről nagyon szeretnénk a vércukornaplót, a vércukormérőt és a labor eredménnyel érkeznének rendszeresen a diabetológiai gondozásra. Ugye, hogyha beérkeznek a rendelőbe hozzánk, akkor nálunk általában egy testsúlymérés, vérnyomásmérés történik, éjgyomlé és étkezés utáni vércukormérés, önellenőrzést végző betegnél saját maga által vezetett naplót áttekintik, esetleg a hozott leleteket átnézi a doktornő, és hát azokat értékeli. És egy aktuális kérdés, talán hamarosan itt az influenza szezon, javasolja a cukorbetegeknek a védőoltást? Hogyne, természetesen meg kell előzni minden betegséget, az influenzát is, mert az influenza után jön a pneumokokusz fertőzés, ami tüdőgyulladás. Az pedig tudott dolog, hogy a cukorbetegeknek az immunrendszere gyengébb, mint a másik, aki, tehát még nagyobb eséllyel megbetegedhetnek mindkét betegségbe. Szedjünk D-vitamint a téli hónapokba, minden krónikus betegnek ajánlott, mert az is jó hatással van az egész szervezetünkre, az immunrendszerünkre is. Így tudunk valamit tenni annak érdekében, hogy ne legyünk nagyon betegek.